Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mióta van szakállad? Hát nem tudom, folyamatosan nő. Ezt én értem, az a halottaknál is így van egy darabig, de azt kérdezem tőled, hogy mióta van szakállad? Ugye rég nem találkoztunk, és most egyszer csak láttam, hogy szakállad van. Hát, nagyjából egy hónapja, nem tudom. Mi vett rá? Semmi, a hóbort. Volt már? Igen, bár ekkora még nem. Szerintem jól áll, de mindjárt félre fogják érteni, tehát és elnézést a szöveg összefüggés, szerintem a Lázárnak is jól állt, független attól, hogy a szülei nem szerették, de ez csak semmi szándékosság nincs a két szereplő egymás mellé állításában. Tudom, mindig teljesen véletlen, hogy vagyunk egy lapra rakva. Teljesen. Vagy egy lapon említve. Teljesen, de tényleg teljesen. Igen. Megmarad? Egyedül biztos, sőt, egyedül nőni fog. Vigyázni kell, mert aztán szerintem előbb-utóbb a Kossuth Lajosra fogsz hasonlítani. Hát Istenem, ez most, bár én megmondom őszintén, hogy én inkább a Batthyányira hasonlítanék. Jó, jó, rendben van, majd az arcszerkezetedet meg fogom nézni, és akkor lehet, hogy módosítani fogok ezen a mondaton. Jó, rendben. Bár ahogy én elnézem meg a tükörben magamat, ugye mégiscsak az kéne, hogy egy ilyen aponyi szakállat, tehát hogy oldalt rövidebbet, alul hosszabbat. Hát mi meglátjuk. Igen, egy szakállal sokat lehet játszani. Legalább ezzel. Ebből még nem lesz hírértékű beszélgetés, tehát ezt nem fogja kiemelni a 168 óra a honlapjára. De azért arra, hogy köpés neki, hogy a szakállal sokat lehet játszani, értsünk ez alatt bármit is. Figyelj, azon gondolkodom, hogy idézhetem apámat, mert ugye teljesen megváltozott a világ. És ami annak idején elment, azért ma kiszerkesztik az ember, de én most mégis megengedem magamnak azt a biztos luxust. Biztos voltam benne, hogy ezt meg fognak annak engedni, János. Ne engedjem meg? Rádió műsornak a varázsa. Ne felejtsd, hogy ez tévéműsor is, tehát hogyha te most Skype-on lennél, akkor az emberek láthatnák a szakálladat, csak rajtad múlik. Most éppen az autóban ülök, és szaladunk Székesfehérvár a Szent István Király Múzeumban, úgyhogy nem biztos, hogy az lenne a legszerencsésebb. Idézzem apukámat, vagy ne? Idézd, kérlek. Apukám, ezt mondta, jó nő a szakállam, mert akkor simogatom, és akkor kefélem, amikor akarom. Hát Istenem. Igen. Dr. Fiala Ervin bonmóját hallották, egy olyan emberét, akit én soha az életben nem láttam szakállasom. És aki most engem ezért megvet, abban nem tudok mit kezdeni. A gyerekkoromat idéztem föl, és annak egy olyan emlékét, és egy olyan félreérthető szöveget, ha félreérthető, amivel gyerekkoromban nem is voltam tisztában, aztán mire rájöttem, addigra már nem gondoltam visszakérdezni. Én azt akkor szellemességnek tudtam be, hogyha én ebben tévedtem, akkor rójanak meg engem, és menjünk vissza az időben. Hát, menjünk vissza 50 évet. Te hány éves vagy? Pont 50. Igen. Gyerekem 50. Még egy hónap és betöltöm. Na, akkor majd nézem a laktárat. Jó, okay. Gondoltam rád, mert az a fénykép, ami rólad készült az évértékelőn, abban ugyanúgy áldogáltál, mint hogy a kormányinfól áldogáltam. Én legalábbis nem ültél, és a leghátsó sorok. Szigorú fénykép volt, igen. Én magam is meglepődtem, hogy annyira szigorú képet várok. De nagyon, én eleve sokat ülök, és hogyha lehet, akkor állok, és ha lehet, gyalog megyek fel a lépcsőn. Tehát, hogy így legalább ezek a mozgás illúzióját adják meg. De minden esetre fél háromot elérkeztem meg a helyszínre, ahol azt hittem, hogy mikor beléptem az aulába, hogy még a nagy tömeg csak most fog érkezni, az kiderült, mert mindenki bennül, mert gyorsan helyet akart magára foglalni, hogy minél közelebb legyen a színpadhoz. De mondjuk engem nem feszélyezett, hogy állnom kellett. Illetve hoztak még beszéket, lejöhettem volna, de átengedtem a helyemet, másoknak jobb volt hátul állni Halász Jánossal, legalább közben tudtuk értékelni az elhangzottakat. Hogyan kap az ember egy ilyen remek hívót? Nem tudom, én nagyon régóta kaptam meg hívót. Már akkor is kaptam, amikor nem voltam országgyűlési képviselő. Ez e-mailben jön, postán? Igen, igen. Tehát amikor még nem voltam országgyűlési képviselő, már akkor is kaptam.
Fidesz a gyakorlatilag egy jó két évtizede. Mondhatnám azt, hogy, 2002 óta építi azt a hátteret, amely háttér aztán időközben nagyon színes lett, és abban a korai időszakban a művészettel, kultúrával foglalkozó emberek sorát is fölkérték, megkeresték, vagy pontosabban keresztezték egymást az embereknek és a pártnak az útvonalai. Én azt hiszem, hogy az első pillanattól fogva rajta vagyok a meghívott listán. És az elmúlt, azt hiszem, 14. alkalommal tartott Orbán évértékelőt? 14-et mondasz? Igen, nem vagyok benne biztos. Szerintem az nem stimmel, mert hogy én Rogán Antallal 2001-ben rúgtam össze a port Orbán Viktor évértékelője kapcsán. Bocsánat, akkor lehet, hogy a 24. 24. Hát nem tudom, hogy a 2001-es évértékelő az hanyadik volt. Igen, én a 2001-es évértékelőnél... Akkor a számok összefolynak a fejemben, és de ez nem ritka, mert amikor megkérdezik, hogy mikor született a Luca lányom, akkor mindig azt mondom, hogy 2012, de aztán kiderül, hogy 2002. Vigyázzál, mert mostanában a gyerekek számával, életkorával kapcsolatban súlyos következményei vannak annak az ember téved. Hát igen, de én nem vagyok miniszterelnök jelölt, úgyhogy én se a fasisztákat nem akarom képviselni, se az évértékelőnek a dátumát nem fogom eltéveszteni, mert ha el is téveszte, nincsen igazándiból súlya, jelentősége. Hányszor tévedhet az ember egy hónapon belül? Inkább az a kérdés, hogy miért kell minden nap megmagyaráznia valamit, amit mondott, hogy azt nem úgy mondta és nem úgy gondolta. Ez már komikus. Tehát, és ha anyukámat idézem, most már idéztem apukámat, most anyukámat fogom idézni, anyukám azt mondta, publicity, publicity, egyre megy. Na, hát igen, ahogy vesszük. Nézd, egy biztos, hogy masszívan, napról napra küzdi lefele magát az ellenzék miniszternek jelöltje. Hát az a népszerűség és nyitottság és érdeklődés és várakozás, ami őt követte, amely egyébként irracionális volt abból a szempontból, hogy képes volt az a pillanat elhitetni az ellenzéki választók jelentős részével azt, hogy az ő személyében ellenzéki váltás is történik, ami nyilván nonsens, hiszen ugyanúgy Gyurcsány Ferenc fog benülni a parlamentben. De mégiscsak ezt az illúziót adta, és az embereket mozgósított, lelkesített, ez kezd szerte fosztani, vagy legalábbis amortizálódni. Úgyhogy én nem is értem az ő magabiztosságát. A küldetéstudatát igen, talán, de a magabiztosságát azt nem. Azzal együtt, hogy persze egy profi politikusnak ezt a szerepet kell vinnie, de nem gondolnám, hogy ne áll, ez a profizmusából következik. Tehát 24. igen, akkor a... Látod, a 10 év az stimmelt, hogy 10 éveket tévez. Akkor lehet, hogy nem voltam ott az elejétől fogva, de minden esetben. És persze nem is tud az ember mindig elmenni, volt, amikor nem mentem el. Mindig kapok meghívót, de van, amikor az embernek van más dolga. És az az igazság, hogy az elmúlt két évtizedben igyekeztem, szerintem mindig ott lenni. Engem érdekel, meg igazság szerint az is érdekel, hogy kik mennek el. Mindig van alkalmam valaki. Igen, ez egy társasági esemény feltételezhetően, ugyanolyan, mint a Köccsei találkozó. Abszolút, tehát Köccsét találkozol, és az első pillanattól fogva kapok meghívót. És nagyjából van is árfedés a két meghívotti kör között. Aztán Köccsé is kezdett egy kicsit föllazulni, mert igazság szerint minden képviselőbe akart oda kerülni, és én emlékszem, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ha az első mondat van, akkor ő, mint képviselő, még nincs meghívva oda is, meg egyébként az évértékelőre is, és nem értették, hogy én már akkor is meghívást kaptam, amikor nem voltam képviselő. Tehát hogy más a dolognak a feladata. A képviselőknek a miniszterelnök beszél a háromnapos frakciülésen, zárt körben tart ugyanúgy értékelést, összefoglalót, évente minimum kétszer. 1999. februárjában volt az első, tehát akkor ez itt most a 24. volt, de már érkezett megjegyzés az édesapám szakálféle történetére is negatív kontextusban. Visszatérve, ami Márki-Zayt illeti, én azt látom abban a közegben, ahol vagyok, hogy hihetetlenül megosztja az embereket az, hogy, és ezügyben nagyon érdekes a Fidesz-szel egybevetni azt. Ugye én mindig átgondolom, és aztán mindig elkövetem a hibát, én azok közé tartozom, aki folyamatosan tudja bírálni azt a közeget, amelyikhez tartozik, és amely egyébként ezt jól-rosszul tűri,
de ez az értett haragszom, nem ellenet, közhelyes, de mégis igaz mondás jellemez engem. Ami a mostani helyzetet illeti 2022. februárját, talán sose volt annyira feszült a helyzet a tekintetben, hogy aki most Márki Zajit kritizálja, aki most ezt a közeget kritizálja, az óhatatlanul a Fidesz szekerét tolja, ezt óhatatlanul megkapom én, és miközben minimálisan se szeretnék a Fidesz szekértolója lenni, közben minimálisan se befolyásol az, hogy pörös számra lakatot tegyek, vagy befogjam, mert nem látom az okát. És ugyanakkor nem jópofaságból teszem ezt a dolgot, és abban is reménykedem, hogy nem egy puszta dac reakcióról van szó, de az embereket soha nem tapasztalt mértékben bántja ez, mint ahogy egy Facebook poszt kapcsán már idéztem Ungvári Krisztiánt, aki egy ilyen vita kapcsán éppen Márki Zay elszólása vagy nem elszólása kapcsán tette le a garast végképpen Márki Zay mellett, mondván, hogy tehát amit a Márki Zay maga megfogalmazott Londonban, amikor azt mondta, hogy Fidesz vagy a hat koalíciós párttal való együttműködés, amit ő egyszerűen csak rémálomnak mondott, angolul nightmare. Na most az, hogy az ember csöbörből vödörbe szituációt éljen meg, miközben nyilvánvaló, hogy te ezt nem így fogalmaznád, én fogalmaztam így, az túlmutat a karácsonyféle unikumon. Nagyon megosztja az embereket érzelmület. Az a helyzet, hogy a választásig így el lehet menni, minden gond nélkül. De azért Ungvári Krisztiánnak is elmondom a figyelmébe, hogy kormányozni is kell. Tehát ott, hogyha megnyernék a választást, akkor ott valahogy meg kell egyezni, és azt kell megérteni a Márki Zaynak is, hogy a parlamentben... Igen, a módosítani kell. A tavalyi elnézést, csak pontosítok, a tavalyi elmaradt, tehát 23. volt. Köszönöm a kiegészítést. Ugye ez arról szól, hogy a tavalyi évértékelés elmaradt, tehát minden évben volt, de tavaly nem, így 23. Bocsánat. Igen? Tavaly, ott tartottam, hogy kormányozni is kell, és ezt Márki Zaynak sem már figyelmen kívül, vagy figyelembe vennie, mert egyszerűen anélkül, hogy a parlament megszavazná a miniszterelnök jelöltet, hogy legyen ő a miniszterelnök, annélkül a munkát sem lehet elkezdeni. Ahhoz a többséget garantálni kell. Ahhoz is, és folyamatosan minden más. Van benned olyan empátia plusz racionalitás, de ebben a sorrendben, hogy el tudjad képzelni, hogy valaki olyan mértékben elégedetlen az elmúlt évekkel, nem mondom, hogy az elmúlt 12-vel, mert nem 12-vel, avval, ami ebből mára született, hogy ő azt mondja, hogy megpróbál azzal azonosulni, ami ezzel szembe megy, és hogyha az is megosztja őt, akkor kvázi becsukja a fülét, becsukja a szemét, nem ezt mondja. Tehát már Ungvári Krisztián nem ezt mondta, idézem neked, de azt mondja, hogy akkor ő egyszer és mindenkor eldönti, azt mondja Ungvári Krisztián, én eldöntöttem, MZP minden kritikát érdemlő megnyilvánulásával is jobb, mint ez a romlott erkölcsű tolvaj banda, előtte pedig azt írta, Bencsik Gábor megjegyzésére pedig mennyire igaza van, a Fidesz fasiszták szervezik a kitörés napját, a kommunisták pedig a propagandáját és a belügyminisztériumot. Nézd János, tehát hogy egyáltalán nem értettünk Várik Krisztiánnal, de ha egyet is értenék azzal, amilyen kritikát megfogalmaz a jelenlegi kormány oldalról, akkor is azt kéne, hogy mondjam, hogy Márki Zay Péter nem egyedül fog kormányozni, hogyha megnyerik a választást. Tehát, hogy nem, tehát én nem egészen értem, hogy minden idők legkorruptabb kormányzását, a Gyurcsány kormányzást, azt hogy lehet zárójelbe tenni, és úgy csinálni, mint hogyha Gyurcsány és társai, mindezok, akik most a Városházát akarták eladni, azok ne lennének ott Márki Zay Péter mögött. Tehát én értem, hogy azt mondja Ungvári Krisztián, hogy Márki Zay Péter jobb, mint a jelenlegi kormánypárt, na de egyedül fog kormányozni? Egyedül fogja a parlament többséget adni? Meg fogja tudni úszni a nem olyan régen teliszája a zsidózó vagy zsidólistákat állító jobbikkal való együttműködést? Meg fogja úszni a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést? Meg fogja úszni a szocialistákkal vagy együttműködést? Tehát most nem is értem, miről beszélünk? Jó, hát ez akkor elfogadható lenne, hogyha hasonló mód nem lehetne egy Fidesz hibalistát összeállítani, de lehet. Nem lehet összeállítani a Fidesz hibalistát. De én nem erről beszélünk, hogy nem lehet összeállítani a Fidesz hibalistát. Hogy ne lehetne? Hát persze, hogy össze lehetne állítani a Fidesz hibalistát. Meg is teszi ezt az ellenzék. Hát többé-kevésbé ez a dolga, vagy ez is a dolga.
Na de nem azt arról, hogy azt mondja Ungvári Krisztián, hogy Márki-Zay Péter minden egyetemben az összes hibájával, kiszólásával, tévedésével egyetemben jobb szerinte, mint amilyen a jelenlegi korrupt kormányzat. Na de ért, én úgy, még egyszer mondom, de hát Márki-Zay Péter egyedül jobb, és ő elfelejtette mindazt, amit a Gyurcsányék elkövettek 2002 és 10 között. Nem felejtette, nem tudom képviselni Ungvári Krisztián, mert nem ő vagyok, de azt a mondást te is ismered a magyarban, hogy bármit csak az ne, ami most van. Hát, ő gyakorlatilag ezt mondja. Ezt tudom mondani, sok sikert kívánok. Én a magam részéről nem tudok ezzel az irányjal is gondolattal azonosulni, de ezeket tessék meg nekem. De inkább beszéljünk olyan ügyekről, amikkel napi szinten foglalkozom, mert olyan politikai beszélgetőbe csúsztunk bele, ami tulajdonképpen egy nemzeti múzeum főigazgatótól távol kéne, hogy álljon. És hogy én egyébként a magam eszközével igyekszem is, hogy ne a napi politikával foglalkozzak, hanem azokkal a történelmi ügyekkel, amelyek összekötnek bennünket. Tehát, hogy más nem mondjak, amikor a kollégáim elkezdtek dolgozni a Nemzeti Múzeum új állandó kiállításának a koncepcióján, akkor egyértelművé tettem azt, hogy olyan kiállítást kell, amely a legtöbb kérdésben nagy nemzeti sorsfordó megítélésében történészi, és amennyiben közéleti viták tárgyát is képezheti, akkor közéleti konszenzus kell, hogy jelentsen, vagy az kell, hogy mögötte legyen. Hát, hogy, és nem lehet megúszni súlyos kérdéseknek a nemzet történetének átfogó kiállításába való megtárgyalását. Tehát nem lehet az, hogy mondjuk elsünnyögjük a holokausztot, és elsünnyögjük mondjuk a kulákküldözést, meg az egyházatnak az 50-es évekbeli szétverését. Ezeknek markánsan meg kell jelennünk egy új történeti kiállításban, ugyanakkor úgy kell megjelenniük, hogy olyan méltatlan vitákat is elkerüljünk, hogy akkor most 625 ezer vagy 712 ezer embert vittek el a nácik a holokauszt idején a gázkamrákba. Mert hogy egyébként ezek a számbeli viták, ezek mindig méltatlanok, és elterelik a lényegről a figyelmet magáról a gyalázatról. Nem fogok tudni most mindenben követni téged, bár értem azt, amit mondasz, azt is értem, hogy miért mondod. Nem nagyon értettem a sajtót, mert ugye nézte, hogy ki mindenki van az évértékelőn, de nekem például föltűnt Kovács Árpád, aki a költségvetési tanács elnöke, és azon gondolkodtam, hogy a költségvetési tanács elnöke nem egy olyan személy-e, aki ilyen rendezvénytől nem árt, ha távol tartja magát, és ezt magamtól is kérdezem. Na de ott voltak szakszervezeti vezetők, Cseák Judit és a többi. Tehát, hogy Cseák Judit is ott volt? Cseák Judit, ja Istenem, ez nyelvbotlás volt. Na tessék. Na. Ó, látod, micsoda nyelvbotlásai vannak az embernek, nem csak Márki-Zay Péternek, nem nekem is. De látod, itt például a következő van. Én például most tehettem volna egy gúnyos megjegyzést, de mennyire egyszerűbb, hogyha te korrigálsz, mint hogyha én azt mondtam volna, hogy kijött beled a Márki-Zay Péter. És ez az, ami a mai sajtóból sajnos tökéletesen hiányzik. Tehát az a ebben, fajta... ebben igazad van, de a ti szakmátok morális kérdéséről... Nincs ti szakmátok, mondtam, ezt felejtsd el, ez nincs ti szakmátok. Jó, akkor magyar újságíró társadalom morális kérdéséről én biztos, hogy nem fogok megnyilvánulni, mert nem az én dolgom ezt megítélni. Van véleményem, de megtartom magamnak. De akkor korrigáljuk a Cseák Juditot. Nem, hát ez nyilván... De ki volt ott? Hát tudja már meg, hogy milyen szakszervezeti vezető volt ott. Több szakszereti vezető is ott volt, és látod, vannak embernek ilyen rövid távú memóriazavarai, amelyek néha kellemetlenek, de az ember egyébként hibázik, téved. Én emiatt most nem foglak téged megrúlni, csak könyörgöm, mondjad meg, hogy ki helyet mutat. Mondom, csak az ember képes legyen korrigálni, meg beismerni azt, hogyha tévedett, és ne utólagosan teljesen valószínűtlen magyarázatokat adni a baromságra. Ennyi. Na minden esetre csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokféle ember volt ott, akiknek a pozíciójába következően, ha igaz lenne ez a logika, amit mondasz, hogy a költségvetési tanács elnökének nem kell ott lenni, akkor szintén nem kell volna ott lenniük. Na de ez egy fontos társadalmi esemény, ahol meghallgatják a magyar miniszternek az évértékelőjét, és ez nem egy Fidesz kampánygyűlés volt. Cser Ágnes volt? Igen, őt akartam mondani természetesen. Köszönöm, Tibor. Csak valaki segített nekem. Azt kérdezte tőlem valaki, csak mondom, hogy nem a saját észrevételem, hogy miért nem volt ott senkin sem maszk? Ezen én is csodálkoztam. De te rajta se volt maszk? Nem, akkor, amikor a fotó készült, éppen nem.
Egyébként... Én végignéztem a képgalériát, senki nem volt maszk. Hát legalábbis... Nem, én láttam több embert maszkba, de igaz, szerint az emberek első többségében nem volt maszk. Mindenkinek kértek a bejáratnál védettségigazolványt, tehát csak érvényes védettségigazolványra lehetett bemenni a Walker bazárba. Én nem is tudom, tehát a dolognak biztos, hogy nem pszichológiája, mert én például felvettem a maszkot, és aztán később, mikor én valójában nem is feltétlenül ilyen teljesen tudatosan, de amikor az ember szembesül az, hogy senki sincs maszk, akkor az első dolog, amikor leveszi, beszélget, akkor nem veszi vissza az igazság, hogy az előtérben volt büfé, ott én is vettem egy pohár kólát, és utána ott beszélgetésbe legyettem, majd a beszélgetés után egyszerűen nem vettem vissza a maszkot, teljesen nem is tudom, hogy mondjam, reflexzerű volt a dolog. Utólag konstatáltam én is, hogy jé, hogy mentünk el, hogy nem volt maszk. Főleg úgy, hogy nem láttam eredetileg, mert mikor én bementem a terembe, nekem már szinte mindenki háttal volt. Az oldalt ülőkön láttam, hogy az emberek első többsége nem volt maszk. Jó, ez nem mentő szempont, mint a viccben, hogy egy mindenki. Legyen egy olyan dolog, ami kizárólag csak, illetve hát kett, ugye volt egy sajtó reggeli, én sose fogom elfelejteni, hogy talán az elsőn ott voltam, és ott jelentős vita alakult ki arról, hogy a sajtó reggelin elhangzottak, azok lehetnek-e másnap, vagy még aznap lapok témái. Te azt mondtad, hogy a sajtó reggeli az nem ez a műfaj, aztán a jelenlevők másodperceken belül meggyőztek az ellenkezőjéről, és aztán megadtad magad, ahogy látom, most is ez történt. Az igazság, hogy ezt teljesen egészében a kollégáimra bíztam. Nekem valami olyasmit mondtak. De emlékszel még az első alkalomra, amikor ez nem... Hogy ne emlékeznék rá, persze. A Parázs vitára is emlékszem. A mostani alkalommal az igazság, hogy én a kollégáimra bíztam, és ha jól értettem az ő beszámolójukat, ők azt mondták, hogy arról volt szó, hogy nem lesznek végül cikkek, hanem ez egy olyan informális háttérbeszélgetésből nem lesznek cikkek, hanem későbbi cikkekhez adunk muníciókat az újságíróknak. De aztán az is lehet, hogy én értettem félre, az is lehet, hogy az újságírók értették félre, bárhogyan is. Lettek belőle cikkek. Én elég sok mindent elmondtam abból, amit elképzelésen a Nemzeti Múzeummal kapcsolatban. Jó pár dolgot még elmondhattam volna. Nagyon különböző cikkek, interpretációk születtek ebből, de mégis nem bánom, hogy megjelentek, mert úgy érzem, hogy az összkép azért nem lett rossz. Ma délután 2-kor, tehát február 15-én 2-kor a Magyar Nemzeti Múzeum és a Várkapitányság NZRT között létrejövő együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására kerül sor az eseményen. Beszédet mond Fodor Gergely, a Budavári Palotanegyed megújítására felelős kormánybiztos, a Várkapitányság NZRT igazgatóságának elnöke, valamint Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Ez ugye szoros összefüggésben van azzal, amiről a múlt héten beszéltünk. A Walker bazárban, a déli palotában egy nagyszobás és szerintem világszínvonalú kiállítás valósult meg 2014-et követően. Ezt az első világháborús háromszintes nagy kiállítást, amit Schmidt-Máriáik rendeztek, fogja lebontani nyáron a rendező, illetve a várkapitányság. Az emberben van némi szomorúság, mert a kiállítás nagyon jó, ugyanakkor az időszaki tárlatoknak megvan a maguk élettartamuk, és ez több mint 5 éve nyitva van ez a kiállítás. Érthetően csökken az érdeklődés iránta. Annyira jó dolgok vannak benne, különben, hogy az ember szívesen látna egy ilyen állandó kiállítást is, de végül is az a döntés született, hogy ez a kiállítás nem maradott a helyén. Ezt a döntést nem mi hoztuk, de ha már megürül a tér, és oda tartalom kell, akkor örömmel működünk együtt a Walker bazárral, a várkapitánysággal, én személy szerint külön is, hiszen kicsit visszatérek a várbazár életébe.
Tehát az együttműködésünk arról fog szólni, hogy mi ott egy szinten időszaki kiállításokat fogunk rendezni. Milyen jellegűeket? Hát a Nemzeti Múzeum profiljához illőket és olyan tematikájukat, amelyek részben a pályázatomban is benne voltak, részben pedig a Nemzeti Múzeum munkatervében korábban is szerepeltek. Tehát amivel például indulni akarunk, az a világkiállító magyarok kiállítás, amely a magyar nemzet kiemelkedő tagjainak, intézményeinek, szervezeteinek, vállalatainak a világkiállítás történetében való megjelenését dolgozza föl. Te közben megérkeztél, annak a hangjait hallom? Igen. Igen. Jó, akkor nem tartalak föl tovább. Kaptatok egy emelkedőn. Azt hallom, a következő alkalomra akkor házi feladatként ott van neked a Kultúrkáder Békés Márton történész, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatójának írása Inkei Péter kapcsán, amiről majd kikérem a véleményedet a jövő héten. Fontos írás, azt gondolom, és tanulságos. De majd jövő héten megbeszéljük. Oké, a holnap még áll? Igen. Köszönöm, viszont hallásra. Én is, viszont hallásra. Az lenne a kérésem, János, hogy akkor tegyük be azt a bizonyos filmet, amiről szó van, és akkor megyünk tovább.